Sziasztok! Egy újabb teszt videó következik, ami két csokoládét tartalmaz. A baloldali a Tibi csoki, a jobb oldali pedig egy Milka csoki. Mind a kettő hagyományos ízesítésű tejcsokoládék, sima tejcsokoládékról van szó. Úgyhogy kezdjük is a kibontását. Na lássuk, a Tibi csokival kezdjük. Bontsuk is ki. Meg érezni. Tadám! Egy is mutatom nektek. Ő egy Tibi csoki. Lássuk a Milka csokit. Mit kell kibontani? Jó, ami meg is van jelölve. Annyi. Úgy szépen. Így. Na, remélhetőleg benne látszik a kamerában, jól van, be van látva. Sokszor azért nézek félre a kamerából, mert én nem tudom, hogy benne van-e szépen, vagy nincs-e. Akkor megkóstoljuk először is a Tibi csokit. Meg is kóstoljuk. Nagyon finom. De jó. Hadd élvezzem ki a pillanatot. Na, még egy kockát csak, jó? Lehet vízzel. No. Nagyon jó. Ígyunk. Jó. Elment az íz. Ez a tipikus olyan két csokoládé, ahol tényleg nem tudok dönteni most, hogy jó vagy nagyon jó. Hát nem tudok dönteni, gyerekek. Mind a kettő nagyon finom, a Tibi csoki is, és a Milka csoki is nagyon finom. Tehát tényleg nem tudom eldönteni, hogy melyiket úgy enném szívesen, hogy állandóan. Valószínűleg mind a kettő, de mivel ez egy teszt, ezért döntenem kell a jó és a még jobb között. Hát, nem tudok dönteni. Az egyik 4-es feles kap, a másik meg 5-ös. Nem tudom melyik. Még egy picit ha legyünk, jó? Nézzük akkor a Milkát megint újra. Hát, mind a két márka csokoládé nagyon finom, ízletes, zamatos, nagyon tökéletes. De én azt mondom, gyerekek,
hogy a jobboldali Milka nyert egy fél ponttal, mert a, az ízvilága intenzívebb, mint a Tibi Csoki ízé, egy picivel, nem sokkal, csak egy kicsivel. Hát, nagyon jó, és a jó között van, 4,5 és 5 pontot kap tőlem.